2022-ben a számos különleges videójátékra számítunk, amiről azt feltételezzük, hogy nem okoznak majd akkora csalódást, mint ahogyan idén tette, például a Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Noha a Prince of Persia The Sands of Time remake-nél erősen rezeg a léc. A jövő év legjobban várt játékait összegyűjtő első videónkban olyan sikervárományos címeket vonultattunk fel, mint a Dead Space, az Elden Ring és a God of War Ragnarök. A második részben pedig helyet kapott többek közt a Horizon Forbidden West, a Marvel's Midnight Suns és a Stalker 2, Heart of Chernobyl is. Összeállításunk lezáró felvonásába szintén olyan címeket válogattunk be, amikben valamilyen okból van potenciál. Mennyi mindent ki lehet például hozni abból, hogy az öngyilkos osztagnak az igazságligáját kell legyűrnie? Mit tud villantani a Nintendo Link körberajongott kalandjának folytatásával? Mennyit sikerül fejlődnie a The Outer Worlds-nek az elsőhöz képest? És vajon tud működni egy gollamra fókuszáló játék, vagy csúfos kudarc lesz belőle? Ezekre a kérdésekre csak 2022-ben kapunk majd válaszokat, addig viszont van idő átfutni videós kívánságlistánk harmadik fejezetét. Négy minden hájjal megkent szuper bűnöző és alkalmi antihős, Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn és King Shark azt a feladatot kapja, hogy valamiképp akadályozza meg az igazság ligája minden tagját, köztük Superman-t is sikeres agymosásnak alávető Brainiac ördögi tervét. Egyértelműen öngyilkos küldetés, de ha ellenkeznek vagy szökni próbálnak, a koponyájukba épített apró robbanószerkezet végez velük. Kooperatív módban és egyedül is játszható, utóbbi esetben a többi karaktert a mesterséges intelligencia vezérli. A VRC játékok és a V-Rally fejlesztő csapata a korábbi két Test Drive fejlesztésében is résztvevő munkatársakkal kiegészülve szállítja a széria következő részét, amely ígéreteik szerint megpróbálja majd visszahozni a klasszikus játékok eszenciáját a stúdió saját grafikus motorjára, a KT Engine-re épülve. A Test Drive Unlimited Solar Crown játék menetében egy nyílt világban élhetjük majd luxus életünket a drága, többek között Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Dodge és Bugatti sportkocsikat hajtva. Versenyezhetünk, felfedezhetünk és lóghatunk a haverokkal, sőt, akár kaszinózhatunk is. Négy évvel ezelőtt a Nintendo példát mutatott a világjátékfejlesztőinek, hogy miként is kellene megtervezniük a jellemzően monoton tennivalókkal tele zsúfolt open world játékokat, és hogy milyen szenzációs élményt nyújt, amikor az alaposan átgondolt, végletekig csiszolt mechanikák tökéletes szinergiát alkotva dolgoznak együtt ahelyett, hogy egymás útjába állnának. Mindenre a varázslatos körítés, a mesés hangulat és a magával ragadó sztori tette fel a koronát, a folytatástól sem várunk kevesebbet. A The Lord of the Rings Gollum egy történetközpontú lopakodásra kihegyezett akciókalandjáték, a point-and-click típusú kalandjátékairól elhíresült Daedalic Entertainment fejlesztésében, amely a Gyűrűk Ura világában játszódik. Az eredeti sztorihoz hű maradó alkotási játékmenete során visszatérünk középföldére, és jobban is megismerhetjük majd, hogyan rontotta meg Sméagolt az egygyűrű, ebből adódóan pedig a karakter kettős személyisége is fontos szerepet kap, a döntéseknél például számítani fog, hogy kedvesebbek vagy gonoszabbak. Leszünk. A listán lévők közül talán ennél a játéknál van a legkevesebb esély arra, hogy a jövőre megkapjuk, de nem hagyhattuk ki a nem hivatalos Falloutnak beillő The Outer Worlds folytatását, mivel az űrbéli New Vegas igencsak közel áll a szívünkhöz. Az Obsidian őrült hangulatú sci-fi FPS szerepjáték a piszkosul szórakoztató volt, pazar dialógusokkal és humorral, meglepően jó harcrendszerrel és sokféle játékstílus támogatásával. Nem várunk kevesebbet a második résztől sem, amely immáron a Microsoft teljes támogatásával válhat még nagyobbá, hosszabbá és minőségibbé. A Red Barrels kooperatív túlélő horrorja a hidegháború idején fog játszódni. Egy jól eldugott laborban elzárt tesztalanyokat alakíthatunk, akiknek mindenféle fizikai és mentális kihívásokkal kell megbirkóznia az életben maradás reményében. Egyszerre legfeljebb négyen vághatunk bele, persze akár egyedül is játszható, de a feladatok így sem lesznek könnyebbek vagy kevésbé durvák. Az Outlast sorozat korábbi részeiben sem rózsaszín szobában teázgattunk, a készítők ezúttal is horrorisztikus pillanatokat, emlékezetes ellenfeleket, kifacsart valóságot és persze rengeteg erőszakot ígérnek. Rendkívül ötletes módon bővíti a Gearbox a régóta futó Borderlands franchise-t. A címbéli Tiny Tina által kalandmesterként felügyelt szerepjátékos partiba oltja a megszokott looter-shooter formulát fantasy környezettel, varázslatokkal és eddig nem látott ellenfelekkel, köztük csontvázakkal, kétlábon járó gombákkal és sárkányokkal felrázó alkotás keretét.
Egyedül is játszhatjuk, de alapvetően kooperatív élménynek szánják, ezért ajánlott baráti társaságban hajszolni a hírnevet és a zsákmányt. Ezzel a résszel lezárul a Creative Assembly eposzi léptékű Warhammer trilógiája. A harmadik felvonás négy káoszisten, Korn, Cench, Nurgle és Slaanesh hordáit zúdítja rá a világra, akikkel szemben a két nagyhatalom, a cári Oroszországról mintázott Kislev és a Kína megfelelőjeként értelmezhető Grand Shatai seregei vonulnak fel. Minden korábbi Total War játékhoz hasonlóan most is valós időben zajlanak az ütközetek, míg a stratégiai jelentőségű döntéseket körökre osztott rendszerben hozzuk meg. A Two Point Campus a Two Point Hospital-lal megkezdett franchise második játéka, amiben már nem egy egészségügyi, hanem egy felsőoktatási intézmény igazgatását bízzák ránk, vagyis hatalmas adag humorral és fantáziadús megoldásokkal nyakon öntve menedzselhetünk egy egyetemet. Bár álmaink suliának megalkotása és fenntartása kihívást jelentő feladat, amiben beletartozik a személyzet kezelése, a tanfolyamok szervezése és a diákok kordában tartása is, azonban a remek képet kaphatunk általa az oktatás nehézségeiről, és közben jól is szórakozhatunk. Viszonylag ritka, hogy egy kooperatív multiplayer játékot épp kézláb történetként is eladható narratív környezetbe foglaljanak, ezért is örömteli Dan Abnett, számos Warhammer 40.000 regény szerzőjének részvétele is a fejlesztésben. Atoma Prime egyik kontinens méretű városában, Tetriumban kezdünk rehabilitált elítéltként, aki az inkvizíció megbízásából életveszélyes küldetések során parancsol megállt a káosz erőinek. A közelharcot lövöldözéssel vegyítő küzdelmekben három társunk segítségére számíthatunk. Ezzel pedig 30-as listánk és egyben a harmadik videó végére értünk. Ti miket vártok leginkább a 2022-es felsorolásból? Meséljétek el nekünk lent a kommentek közt. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképp dobjatok rá egy lájkot, amennyiben pedig korábban nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok is fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt, hogy értesítést kapjatok legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!